Most egy olyan problémát boncolgatunk most, ami elsősorban a nőket érinti, de ha hordasz melltartót, akkor lehet, hogy te is kíváncsi leszel erre a témára, bár nem hiszem. Szóval, hogy van az az eset, amikor igen, a melltartó alól egy picit kibudjon ez a kis hurka. Itt? Igen, át, igen, főként most van neked olyan? Nekem amúgy van, és fürdőruhában látszik a leginkább, úgyhogy most ezért ilyen bőingekkel takarom. Hát ez bőrmegereszkedésből is adódhat, de Ferenc Virág szerintem erre sokkal jobban tud nálam válaszolni, ugyanis ez ellen tehetünk, nem is akárhogyan. Sziasztok! Jó reggelt! Hát igen, többféleképpen alakulhat ki. Ugye az érintett területet megmutatjuk, hát igen. Patinak szerencsére nincsen. Igen. Neked ja, sincsen. Tudom, amikor kibudjan ott a bőr, ugye? Általában nyári szezonban, ugye bikini szezon, fürdőruhánál, kivágott ruháknál, szóval télen is nagyon fontos, hogy ne legyen, amúgy is fontos. De mondjuk erről is szokott látszódni melltartó alatt a nőknél, hogy itt igen, is vannak ott ilyen... ott is, de leginkább itt észrevehető. Akkor mit csináljunk? Ne hordjunk melltartót, vagy kezdjünk el sportolni? Mindenféleképpen. Te gondolom arra szavazná, hogy ne hordjunk melltartót. Nem, igen, mindenféleképpen kezdjünk el sportolni. Most jön a szalagavató szezon, gyönyörű, szép ruhák, nagyon fontos. A táplálkozás nagyon fontos. A folyadékfogyasztás. Na, kezdjünk el sportolni. Igen. Mi lesz az első gyakorlat? Fati, légy szíves, egy csípőszéles terpezbe állj. Egy kis kardió jellegű mozgás, kis taposást hajtsunk végre. Jó? Tehát az anyagcserefokozás nagyon fontos, hogy a testösztetételt alakítjuk át. Jó, köszönöm szépen. Egy percig elvégezzük. Jó, kérlek szépen nyújtsd ki a karodat, és a lapockát megmutatjuk, aktivizáljuk, összezár a lapocka, és domborít, azaz. Ezekkel a gyakorlatokkal egyébként a helyes testtartást is tudjuk van, egy kicsit az ülő munkát végző hölgyeknél, illetve uraknál is nagyon fontos, helyes testtartás, a tartóizmokat erősítjük ezzel. Igen, már csináltam ilyet egy párat. Szuper. Nézzünk még egy kardio jellegű mozgást. Jó, rotáció, forgatás és bokszal mehet. Azaz. Igen, ez az oldalsónál, akkor ez segít igazából? Befeszülnek itt az izmok? Harán... Így van. Harán és kardió, harántasizom, nagyon jó. Szépen fixen van a csípő. Pati nagyon jól csinálja, ebből is egy perc mehet simán. Ezt a mozgásformát beépíthetjük egyébként a testesebb edzéseinkbe is? Tehát, hogyha mondjuk kifejezetten erre szeretnénk, akkor ezzel kezdjük, ezzel fejezzük be, vagy csak épp egy ilyen kis levezetésnek, hogy ezeket is... Bemelegítésnek, nagyon, nagyon jó bemelegítésnek, vagy a nehezebb szériák között akár ilyen átvezető gyakorlatnak is nagyon jó. Jó, akkor következőt nézzük. Kérlek, dönts előre magad, hajlítsd be a térded, és a karunkat húzzuk fölfelé. Jó, szűken megy a könyök a törzs mellett, azaz szintén zár a lapocka. Ehhez használjunk súlyt, vagy csak a saját testsúlyunkat alkalmazzuk? Az elején mindenféleképpen saját testsúly, hogy testtudat meglegyen, igen, érezzük, hogy milyen izmok mozognak, és utána természetesen Krisztián. De miért nem csinálod? Annyira fáj a térdem, megmondom ezt, hogy túlélek ebben a magas sarkomban, atya, nem tudom mitől. Tehát most komolyan mondom, tehát igazából beszélgetünk a melltartó alatti problémákról, ami állítólag neked is van, és azt mondod, azért nem csinálod, mert fáj a térdem. Nagyon fáj a térdem, alig bírok mozogni, úgyhogy de... és csak így rogyasztok. Aha, na jó, van még valamilyen gyakorlatunk, akkor térdre esetleg? Talajon, ezt aztán végképp nem, igen, ajánlom, talajon végezzük el, hasonfekvés, klasszikus törzsemelés, tarkon van a kar, szépen törzsemelés, föl és le. Ezt tudod, mikor csináltam utoljára? Általános iskolában volt ilyen feladat, hogy ki tud tenni. De ez a baj. Tudom. És nem ma volt. Jó, karnyújtással. És még megígérem neked, hogy majd holnap. Feljövök, és azaz. De akkor elmondhatjuk, hogy a testből lusta vagy? Lusta vagyok, én most ezt itt élő adásba kijelentem, igen, de nagyon dolgozom rajta, hogy ne legyek lusta. De hogyan? De hogyan dolgozom? Hát, itt volt nálunk a Kristóf, látod? Igen, tudom. Ebből elmondta a motiváló szavakat. És holnap ígérem, elmegyek edzeni. Hétfőn, jó? Van még valami gyakorlatunk? Még egy nagyon jó fenék markoló gyakorlatunk van, nagyon jól hangzik. Markoló, azt tetszik. Mindjárt gondoltam. Meg kell markolnom a popsiját? Így van. Egy perc alatt hány női feneket tudsz megmarkolni? De kérdezem, mert akkor ezt bevezetem a konditerembe, igen. Kérlek, markold meg a fenekedet, szuper! Könnyöket közelítjük egymáshoz, és közben jövünk föl. És szépen látszódik, ahogy a... Ez jó? És jól is néz ki, látom. És hogy nem markolod meg a popsidat?
megmarkolja. Ezzel oldalt és hátul tudunk tehát dolgozni. Legfőképpen hátul és oldalra is. Már aki csinálja. Tehát csak olyan ember, aki ezt csinálja. Hát köszönjük szépen, ígérem, hogy én is ki fogom próbálni. Neked is lesz igen. Szükséged? Nekem nem, viszont Mádai Vivi megígérte itt ünnepélyesen élő adásban, hogy hétfőtől elkezdi a tréningeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen neked.